annyira kukar volt, hogy az igazgató majdnem mindig most Reiskopéd életében csak olyan 18-tól tört be a szabadulás. A korbolyokat, mikor idehozta, a korbolyokat, akkor tört az adományokat áll a gyárba. Addig inkább a monarchia területéről, vagy Németországról az ő a mesterek irányítottak, tehát jó, sokkal jobban is sokszor, mint a mérnök urak. De a korbolyok zsenik voltak, egy külön történet, most mutattam a tévé. Én láttam a filmet. Igen? Nagyon jó volt, nagyon érdekes volt. Itt is bemutattuk Csepelen is újra a családdal. Most meghívtuk őket, nem jöttek el azok. Annyi maradt a Csepelművekből, az a víztorony az a 60-as években épült. Akkor épült víztisztító, hogy a borraszon tenyette a környéket a művek. Hát ekkora ipartelep, a rétével. Meg ami kutyául is mérhetően szennyezett, mert ugye az arzén származékok, meg a nehéz fémek nem látszanak, de a kátrány származékok, a kőolajfinomítótól származó kátrány származékok, azok olyan koszossá tették a Dunát. Na, az a víztorony, ott még megvannak a betűk, amíg szét nem veszi a rózsa rajta, nem